Magyar Diáksportszövetség nem kisebb feladatot vállalt magára az elmúlt években, mint hogy minden iskolába járó gyermeket megszólít és megnyer a magyar sport számára. Ennek egyik kiemelkedő terméke az immár egy éve működő Sport legyen a tiéd programja, amely házhoz hozza és bepillantást enged a legnépszerűbb sportágak világába. A Diáksportszövetség egyik legfontosabb tevékenysége és programja az ugye a Diákolimpia, de mellette 2012-ben elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen egyéb úton tudjuk megszólítani még a gyerekeket, ezért kezdtünk el a mindennapos testnevelésbe ugye a fejlesztési programokat, ezért kezdtünk el testnevelő tanár továbbképzéssel is foglalkozni, hogy segítsük őket a mindennapos testmozgásnak a minél hatékonyabb elvégzéséhez és bemutatásához. Ezért csinálunk diák szabadidős programokat, mint például a Diák Sport Napja. És mellette nagyon örültünk annak, amikor az államtitkárság megkeresett minket azzal, hogy próbáljuk az iskolai környezetbe egy kicsit becsempészni azokat a sikersportágainkat, amelyikre méltán lehetünk büszkék az elmúlt évtizedekben. Így ez volt az alapötlet, és ennek a végeredménye az lett, hogy minden egyes megyében, az ottani nagy sportcsarnokban tudtunk csinálni egy-egy nagy rendezvényt, ahol az iskoláknak a bejövetelével körülbelül minden egyes helyszínen átlagosan 1000 gyerek volt ott ezeken a sportos napokon, és itt ilyen sportági bemutatókat tartottak, ez a kb. 16-20 kötője 20 sportág. Egyébként 10 sportág az még kiemelten eszközcsomagot is kapott a sportállamtitkárság részéről, ez kb. 500 millió forintos beruházás volt és segítség az iskolák részére, hogy nem csak ezt a programot támogatták meg eszközzel, hanem mondjuk a mindennapos testneveléshez is használhatják ezeket az eszközöket. És mellette kb. 230 darab iskolában lesznek iskolai ilyen sportági bemutatók, amelyek most kezdődnek el. A megyei rendezvényeket azokat tavasztól őszig lezárta most már a Diák Sportszövetség, az államtitkársággal karöltve, és még most vannak hátra ezek a kisiskolai vagy iskolai helyszíni bemutatók. A rendezvény sorozat 7. állomása Vácon, a városi sportcsarnokban mutatta meg a sportágak színes kavalkádját, ahol jól megfértek egymással a labdajátékok, küzdősportok és az olyan alapsportágak is, mint például az atlétika vagy a kajakkenu. Nagyon sok gyerek állít sorba az ergométerhez, hogy kipróbálhassák. Te mit csinálsz itt egyébként? Úgy bátorítod őket, mi a feladatod pontosan? Mint szövetségi munkatárs látogattam ki, segítem itt a szervezők munkáját, egy kicsit népszerűsíteni próbálom a sportágat. Kell itt egyébként népszerűsíteni Vácon? Azt gondolom, hogy itt nem, hiszen ez a vizek városa, 3 szakosztály is működik Vácot, 2 kajakenű szakosztály és egy sárkányhajós szakosztály is, úgyhogy van bőven befogadó. Melyik tetszik a legjobban, melyik sportág eddig? Tetszik a kosár is, a pingpong is, meg a kajak is. Kajakban mi tetszett? Hát ilyen vicces volt, meg ilyen egészen ilyen jó. Vagy olyan szeretek így a hajóba menni, meg minden. Én most is azt látom, hogy nagyon, nagyon szeretik a gyerekek a pingpongot, nem kell hozzá. Például azok, akik nem szeretnek vadulni, hanem szeretik a finomabb dolgokat. Ez a pingpong, főleg az elején azért egy nagyon koordinált, nagyon finom, nagyon lágy mozgást igényel, és akkor utána, amikor az ember fizikailag is hozzáteszi magát, akkor már bevadul a játék, de az csak inkább később. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy fantasztikus rendezvény, és minden elismerésem. Ha én gyerek lennék, akkor itt meg se találnátok, mert helyről helyre járnék. Hány új jelentkező jött ma? Rengeteg jelentkezőnk van, egyébként rengetegen boxolnak az egyesületbe. Az egyesület kb. 80 főt számol, akik versenyző szinten, amatőrök kb. 150-en vannak, és remélem, hogy még többen leszünk. Az egyesület most egy új helyszínre költözik Vácon. Most készítettünk egy új edzőtermet, ami kimondottan ökölvívó terem lesz. Egy emelt ringel, már nem egy földringel, rengeteg zsákkal, tehát egy speciális kimondottan ökölvívó terem lesz. Itt ki tudja a gyerek adott sportágot megfelelően próbálni, és van összehasonlítási alapja, és esetleg szívből tud dönteni, hogy melyik sportág irányába induljon, melyik legyen az, amiben megpróbálná saját magát. Mi valójában azt várjuk ettől a programtól, és én is azt szeretném látni majd ettől a programtól, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk kedvet kaptak és megszerettek valamiféle sportágat a mozgásban, örömüket lelik, akkor azt keressék fel a helyi környezetükben lévő legközelebbi egyesületet, ahol ilyen jellegű sportággal foglalkoznak, és akkor kezdjenek el ott akár versenysportolóként tevékenykedni, vagy ha más nem, akkor legalább mondjuk szabadidős jelleggel
csinálják ezt a sportágat. A program az nagyon-nagyon sikeres lett, és valójában mindenki szeretetére és örömére valósult meg ez a program. Az iskolai szintére is most még le fogunk látogatni nagyon sok helyre, jó magam is, hogy megnézzem, hogy ott ez kicsiben hogyan is néz ki, mennyire szeretik a gyerekek. És azt még el tudom mondani így előzetesben, hogy azon dolgozunk, hogy a jövő évtől fogva is, tehát hogy rendszer szintűvé tudjuk ezt a programot tenni, hogy valamilyen úton módon finanszírozást tudjuk folytatni, mert azt gondolom, hogy ez egy sikeres program.